Szórakoztatás, oktatás és nevelés. Ezek a fő céljai az ifjúsági hétnek, amelyet első alkalommal rendeztek meg Nyíregyháza főterén, amikor is tematikus napok várják a belvárosban sétáló fiatalokat. A holnapi nap témája legyen tánc, amelynek keretében középiskolások és profi táncosok mutatják meg tudásukat és inspirálják mozgásra a járókelőket. A hétfői nyitónap is sok érdekességgel várta az érdeklődőket. Társasjátékokat és virtuális játékokat próbálhattak ki a fiatalok a legyen játék keretein belül. Most a játékkal kezdünk, de mivel az élet az nem csak játékból áll, holnap kultúra, holnap után tánc, illetve hagyományok lesznek. Csütörtökön egy ifjúsági konferencia lesz majd az egészségügyi karon, amely a ifjúságnak a problémáival foglalkozik, és arra próbál megoldást keresni, hogy hogyan lehetne jobb és szebb itt Nyíregyházán, vagy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt a Magyarországon élni. És hát pénteken Hello Nyíregyháza, amit tavaly megpróbáltunk átalakítani, és lépésről lépésről meg is tesszük az ifjúságnak, az ifjúságért, minél fiatalosabb legyen. Rengeteg civil szervezet lesz kint, akik az ifjúsággal, az ifjúság problémáival foglalkoznak, de mert kint lesz a Nyíregyházi Egyetem, a katonaság, rengeteg árus, a piciknek ugrálóvárok, és hát este pedig egy öreki fiú bikininek a koncertje, hogy a mostani fiatalság is megismerhesse azt, amit mondjuk mi a 90-es, 80-as évek végén vagy 90-es évektől már ismerünk. A rendezvény célja, hogy minél érdekesebbé tegyék a várost azon fiatalok számára, akik jelenleg itt élnek, és a jövőben a város vezetésébe is beleszólhatnak majd. Ezért idén közel 20 ifjúsággal foglalkozó szervezet települ majd ki, a Hello Nyíregyháza programjait kísérve. További újítás, hogy a színpad ezúttal nem a Kossuth téren lesz felállítva, hanem ahogy a Vidor Fesztiválról már megszokhatták a városlakók, a templom melletti területen. Az eseményt már 7. alkalommal rendezik meg, ezúttal az ifjúsági hét záró programjaként.